DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. Üdvözlünk Diós Györben. Kezdjük azzal, hogy hogyan lettél a DVTK játékosa. Hát ő június elején érkezett a megkeresés, hogy szeretne leigazolni a klub. Ennek nagyon örültem, mert nagyon fontos lépés a karrierem szempontjából, és nagyon jó lehetőséget tartok. Miért a DVTK mellett döntöttél? Hát szerintem minden megfelel az elvárásainak, a szakmai stáb is kiváló, az infrastruktúra is megfelelő, a szurkolók fantasztikusak, úgyhogy szerintem itt minden tökéletes lesz. Jó helyre kerültem. Nem nagyon ismerünk téged még, mutasd be magad, légy szíves. Tóth Barnabás vagyok, 22 éves, Vácról jöttem, a MB2-ben játszottam, Vácon is nevelkedtem, egy rövid felcsúti kitérőm volt, másfél évet játszottam ott, de az utóbbi 2,5 évben Vácon játszottam. Na, hogy a pályán keresünk majd téged, akkor melyik részre koncentráljunk? Hát a pálya közepén érzem a legjobban magam, védekező középpályásként, ott szoktam játszani legtöbbször, leggyakrabban. Milyen célokkal érkeztél a Diósgyőrre, milyen terveid vannak a következő időszakra? Hát szeretném a Diósgyőrt minél jobb eredményhez segíteni, láttam a tavalyi szezont is, úgy gondolom, hogy a csapat sokkal többre hivatott, és úgy gondolom, hogy ezt a idénben is fogja bizonyítani.